Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sulyom Gabi társaságában vagyunk itt. Én Holcer György vagyok. És ma egy rendkívüli kémia óránk lesz, illetve egy rendkívüli foglalkozást fogunk tartani, amelyben Sulyom Gabi bemutat nekünk nagyon-nagyon sok mindent, amit el lehet rontani. Én pedig megpróbálom elmondani, illetve hozzáteszem, hogy milyen háttere van azoknak a kérdéseknek, amelyek folyamatosan jönnek. És hát, hogy most hol vagyunk, a Pentacolorban vagyunk. A Pentacolor bemutató termében vagyunk, illetve a műteremben. És amit itt látunk, az tulajdonképpen a Pentacolornak a választéka, illetve egészen pontosan talán a választékának az 50%-a van, 50-70%-a van kirakva. Ott kezdődnek az akrilfestékekkel, és utána jönnek az otthoni dekorációra használt dekorfestékek, dekorzománcfestékek, és később jönnek az üvegfestékek is, majd az alkoholos tinták, amit mi médiatintának hívunk, sejemfestékek, metálfestékek, ha jól látom, dekorfóliák, a különböző pejhek, dekorpejhek, a végén pedig már speciális dolgok vannak, oda most nem tudok eljutni, de nem is baj, mert nagyon sok időt elvesz, hogyha azt elmagyarázzuk, és hát itt próbáljuk ki tulajdonképpen az partnereinkkel, meg mi magunk is azokat az új termékeket, amelyek forgalomba kerülnek. És hát elkezdjük ezt a kötetlen beszélgetést Gabival. Gabi, mikor ismerkedtünk mi meg? Te emlékszel? Hát csak azt tudom, hogy tizenvalahány éve kezdtünk el talán együtt dolgozni, de lehet, hogy te jobb vagy az években, mint én. De talán 12 lehet. Igen. Amikor... Én is így emlékszem. Tehát ugyanis hát 12 évvel ezelőtt határoztuk el a Pentacolorban, hogy nemzetközi vizekre evezünk, tehát a termékeinket nem csak Magyarországon, hanem külföldön is eladjuk. És azt hiszem, hogy 2008-ban volt az első frankfurti kiállítás, amiben részt vettünk, akkor még te azt hiszem, hogy nem akkor voltál nem ott, voltam, akkor még nem voltál ott, és akkor az utána való években aztán folyamatosan mentünk Frankfurtba. Na most, hogy jutottunk el Frankfurtig, talán az is érdekes. Hát a cég az... Most már meg kell mondani. Bocsánat, hogy a szabadba vágok, igen. Csak azért azt mondjuk el, hogy Frankfurtban van a legnagyobb nemzetközi szakkiállítás. Igen. Ez szakkiállítás kifejezetten a kreatív hobbi szakmának, és ez minden év január végén kerül megrendezésre, és ott állít ki már nagyon sok éve a Pentacolor. Igen. Hát a cég az 1991-ben alakult, és én magam 1992 áprilisától bíztam a Pentacolorra, hát akkor még egyedül, és utána azt, hát most már azt hiszem, hogy kb. 100-an vagyunk. De hát ez az út, ez egy nagyon-nagyon hosszú út, és egyáltalán nem egy ilyen tündérmese, hanem nagyon sok minden, nagyon sok problémával, hibával, kínlódással, küszködéssel együtt zajlott. Úgyhogy egy kicsit nosztalgiázunk most, mert egy picit visszatekintünk a kezdetekre, igen. És úgy szeretnénk eljutni a mostani alapanyagokig. Ja, igen, ez egy kicsit hosszú. Lehet, hogy több lesz, mint az idő, amit rászánunk a bemutatás, hogy megpróbálom egy kicsit pörgetni. Tehát én magam vegyész vagyok, textilvegyész szakmérnök ezen kívül, és ezen a helyen dolgozom, itt a Gyömrői út 86-ban dolgozom 1973 óta, ami már elég sok, ki sem merem számolni, azt hiszem 40. Nem számoljuk ki. Mindegy, sok. Tehát amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ide kerültem, és utána pedig hát kiderült, hogy a textilipar, hát ez a textilipari kutatóintézet volt, és utána hát bizonyos problémák jelentkeztek a textiliparban, ami hát nagyon soknak történelem már. Tehát a textilipar az kiszorult az országból, szerintem. És ebben a
hogy mondjam, csak helyzetben próbáltam valami egészen más dolgokkal foglalkozni, és így jött a ragasztó, így jött a Sulifix nevű ragasztó, ami a Pentakornak az első gyártmánya volt, és néhány évig ebből hát nagyon szépen éltünk, azt eladtuk egy nagy vállalatnak, egy multinacionális cégnek, úgyhogy az még azt hiszem még ma is árulja Magyarországon, és közben történt nagyon-nagyon sok minden, tehát történt a ragasztószallag gyártás, és utána pedig az üvegmatricákon keresztül találtuk meg végül az akril festékeket, és akkor én szerintem az kb. 2000-es évek eleje lehetett, amikor elkezdtünk akril festékeket, dekupázs ragasztó lakott egyebet fejleszteni. És hát az teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy azok a termékek, amiket akkor fejlesztettünk, azokat az akkori alapanyag kínálat és az akkori tapasztalataink alapján még nem voltak olyan minőségűek, amivel a nemzetközi piacra ki kellett kerülni. Ezzel mi szembesültünk, és elkezdtük a fejlesztéseket erősíteni, tehát szakemberek csatlakoztak hozzánk, vegyészmérnök kollégák, akik sokat segítettek ebben. És amikor már úgy éreztük, hogy már valamit tudunk mutatni külföldön is, hát akkor a Gabi rendezett egy belföldi rendezvényt, és én ott arra emlékszem, hogy ott találkoztunk. Igen, akkor ismerkedtünk meg. Akkor ismerkedtünk meg, hát azt hiszem, hogy ez 2008-ban lehetett. És utána ez egy nagyon-nagyon hosszú hát történet volt, mindenfajta fordulatokkal, a mi életünkben is, a Gabi életében is. De most nagyon-nagyon örülök, hogy így mosolygosan együtt vagyunk. És én is. Én és is nagyon örülök. Ezt a bemutatót. Én azt szeretném csak elmondani, hogy most ugye itt ülünk fönt a galériában. Itt van egy bemutatóterem. És amikor én legelőször a Pentacolor nagykereskedésbe eljöttem 10x éve, akkor gyakorlatilag egy icike-picike kis nagykereskedés volt, egy néhány termék volt a polcokon, igazából saját fejlesztésű termék nagyon kevés volt még, és gyakorlatilag az első ilyen nagyobb léptékű termékfejlesztéstől kezdtünk el mi együtt dolgozni. Igen. Hát ez egy érdekes dolog volt. Most visszatérve a múltra, kiderült számunkra, hogy azokkal a tapasztalatokkal, amivel a kollégáim rendelkeztek, valamennyire én is rendelkeztem a textilipari múltból. A textilipar egy csodálatos terület egyébként, úgyhogy ez egy állandó nosztalgia kérdés nálunk, mert ami a textilben lehetséges, ami a textil technológiával kapcsolatos, ami a textil fejlesztéssel kapcsolatos, az egy olyan széles körű, annyiféle, ága, boga van annak a kérdéskörnek, ami a textillel függ össze, hogy ettől egyszerűen nem tudok szabadulni. Tehát, hogyha belegondolunk abban, hogy egy textiliával mi mindent lehet csinálni, illetve milyen alkalmazási területek vannak. Hát ez is aztán szerepet játszott az életünkben, és akkor utána később, elkezdtük fejleszteni ezeket a különböző akrilfestékeket, dekupázs ragasztó lakokat, egyebet, hát akkor egy csomó olyan új információval találkoztam, amit részben ismertem a textiles múltamból, és azok a cégek, akik segítettek bennünket, akiktől akkoriban vásároltuk az alapanyagokat, meg jó részüktől most is vásároljuk, azok nagyon-nagyon sok technikai segítséget adtak. De nem volt akkor, az teljesen egyértelmű volt, hogy nem volt akkor a minőségünk pontosan olyan, ami teljesen megfelel az európai, vagy pontosabban a legjobb cégek minőségének, és akkor határoztam el, hogy
nem elégszünk meg azzal, hogy a termékeinknek az ára mondjuk a nyugati árszintnek a 30-40%-a volt akkor, és a minőségünk a 80-90%, hiszen itt mindenki 100%-ot követelt. És hát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk a laborban, hogy ezeket a fejlesztéseket végigcsináljuk, és eljussunk arra a szintre, amikor nemzetközi szinten is tudunk minőségi termékekkel labdába rúgni, hogy így mondjam. Én Frankfurt kapcsán úgy emlékszem, hogy, de javíts ki, ha nem így volt, hogy az igazi áttörés a nemzetközi piacra lépés tekintetében az volt, amikor a nagy kedvencem, a vaspaszta megjelent, illetve párhuzamosan megjelentek a viaszpaszták is többek között. Tehát az a frankfurti kiállítás, az úgy nézett ki, hogy 6 órakor bezárt a vásár minden nap, ez 4 napos, és 7 órakor még mindig zsúfolásig volt a standunk. Tehát volt olyan is. Én azt hiszem a negyedik nap bármilyen nyelven el tudtam volna mondani már az alapanyagokról a tudnivalókat, mert olyan sokféle náció fordult meg a standunkon. Igen, nagyon izgalmas volt, hogy csak az aktív festékekkel, meg csak a dekupázs ragasztólakkal, tehát az alappal tulajdonképpen az elsőnek, amikor jelentkeztünk, akkor nem volt az a nagyon nagy nyüzsgés. Utána aztán később jöttek a specialitások. És melyek voltak azok a specialitások, amik, ezek érdekes, hogy mondjuk a vaspaszta, ami nekem a mai napig egy nagy kedvencem, mert egy természetes alapanyagot tartalmaz, igen. És a megjelenésében mindenben tulajdonképpen nem csak imitálja, hanem kifejezetten mutatja is a vasnak a jellegét különböző formáiban. Ennek hát talán nem volt akkora nagy sikere, és volt más termék, mondjuk a 3D por, 3D golyó, ami olyan kicsit, hogy mondjam, olyan vita téma volt, hogy egyáltalán azzal elkezdjünk-e, azok viszont óriási nemzetközi sikert értek el. De az ugyanaz az év volt, ami hát igen, egyszerre jelentünk meg, és akkor közben jöttek a viaszpaszták azok egyre népszerűbbek lettek, és utána pedig folyamatosan a különböző egyéb termékek. Én kérdezem egyébként a nagyon mosolyognak a hölgyek, hogy jöttek kérdések esetleg, mert nem látjuk a kérdéseket. Nem, egyelőre kérdés nem jött, csak beköszönések vannak. Hát akkor mi is visszaköszönünk mindenkinek, és örülünk, hogy látnak bennünket, és örülünk, hogy így is találkozhatunk. De én azt hiszem, hogy hát még mit a egy-két gondolat a céggel kapcsolatban, tehát a fejlesztés a mai napig fontos, a nemzetközi jelenlét az nagyon sok országban, körülbelül 40-50 ország között lehet. Az is nagyon-nagyon fontos, és a harmadik dolog az, hogy egy ilyen teljesen tiszta, átlátható családi környezetet biztosítsunk mindenkinek, tehát a saját munkatársainknak is, a szállítóinknak is, vevőinknek, mindenkinek, és igen. Most érkezett egy kérdés, közben, bocsánat. Ja, bocsánat. Mikor lesz pasztel színű viaszpaszta? Ezt kérdezi Tóth Brigitta. Pasztel színű viaszpaszta? Vannak a kameleonok. Hát akkor én visszakérdezek, hogy színes viaszpasztánk az van, amiből ilyen halvány színeket is lehet csinálni. Milyen színűekre gondol Brigitta? És köszönöm szépen a kérdést, és bátorítok mindenkit, hogy kérdezzem, mert ez lett volna a következő mondani valóm, hogy a legfontosabb a Pentacolor életében az, hogy állandó kapcsolatot, kontaktunk van tulajdonképpen az alkotókkal is, és azzal az alkotó közösséggel is, amelyik a termékeinket használjuk. Ők nem vevők, meg vevőtábor, hanem egy alkotó közösség, és kíváncsiak vagyunk a véleményre, csak most erre azért nem tudok válaszolni, mert fehér viaszpasztánk az van. A fehér viaszpaszták és a színes viaszpaszták... Keverhetőek. Azok keverhetőek. És szóval én nem érzem azt, hogy ebből, hogyha most lenne, tudnánk ilyet keverni, csak nem tudnám, hogy ebből mekkora piaci igény van, hogyha ez így keverhető. Várom a válaszát. Persze, vagy a fehér viaszpasztával lehet keverni, vagy pedig van színtelen, tehát a transzparens viaszpaszta.
ahhoz is hozzá lehet keverni, akkor ugye nem kapsz egy világosabb színt, csak annyi fog történni, hogy nem lesz olyan erőteljes a szín a felületen. Brigitta közben válaszolt, hogy például antik rózsaszín matt színre gondol. Aha, hát én nekem... Jó, én azt gondolom, hogy ilyen részletekben most nem tudunk belemenni, hogy egy antik rózsaszín viaszpasztal szint, hogy kéne kikeverni. Szerintem hát, írásban igyekszünk megválaszolni majd szerintem a hozzászólásban. Fehér, én örülök, hogy a Brigitta, mindenkit biztatok, hogy minél több kérdésünk legyen. Szerintem fehér, van nekünk fehérünk és pirosunk. És abból. És az mind a kettő matban is van, úgyhogy mi megpróbáljuk, hogy ezt leírja Brigitta, és a comment-c-vel, ugye, comment@fentacolor.hu-ra, akkor ezt mi kikeverjük, és utána válaszolunk, megmutatjuk, hogy mi mit tudtunk kihozni a meglévő választékunkból. Köszönöm a kérdést, és várunk más kérdéseket is. De én azt hiszem, hogy átadom a terepet neked, és akkor elmondod azt, hogy miből készültél. Hát, most már ezután, ha nincs esetleg hozzáfűzni valóda elmondottakhoz. Annyi csak, hogy ugye akkor, amikor a nemzetközi piacra kilépést tervez, igen, még tervezés alatt volt tulajdonképpen, igen, akkor a Holzer úrral elmentünk egy erdélyi körútra, és bejártuk gyakorlatilag egész Erdélyt, ez két fordulóban történt, és nagyon sok hasznos tapasztalatot is gyűjtöttünk egyúttal. Úgyhogy nagyon érdekes volt az az időszak számomra, személy szerint, akkor merültek föl a külföldi vevők részéről is, merült fel az az igény, hogy valaki menjen ki, tartson foglalkozást, mutassa be az alapanyagokat a bolt személyzet részére, illetve tartson foglalkozást az ő vevőkörüknek, és akkor gyakorlatilag így kezdődött el az a fajta együttműködésünk, hogyha beérkezett egy ilyen igény, akkor összepakoltam a bőröndömet, és elutaztam. Igen, szóval én elmondhatom büszkén, hogy így a cégvezetőként eljutottam. Nagyon élveztem, és nagyon-nagyon jó volt Erdélybe. Gabika pedig volt az arab világban legalább ötször, oda nem mentem. Hát legalább... Hányszor? Nagyon sokszor, nem nagyon tudom. Sokszor volt, de volt, amikor nem csak a mi támogatásunkkal ment, hanem kérték, tehát annyira népszerű volt különböző arab országokban, a mi arab vevőinknél, akik a mai napig megvannak, azt hiszem, hogy tegnap is kiment egy szállítmány, való a Kuwait, vagy nem tudom egészen pontosan, hogy hova, tehát nagyon-nagyon népszerű volt Gabi, és elég sűrűn járt oda is. Meg most is csak azért nem tudok sajnos menni, mert nem lehet. Ja, most nem lehet. Igen. Van még egy kérdésünk. Igen. Még pedig az, hogy tervezik-e a mat repesztő lakók készítését? Ezt Györgyi Dér kérdezi. Én most megint egy picit vissza... Nem akarok visszakérdezni. Csak megkérdezem, hogy az opál repesztő lak... Mi a véleménye? Szia, Györgyi! Opál repesztő lak az... Az opál repesztő egyik oldalról mat, de szerintem olyan matt repesztőlakra gondolsz te, ami olyan, mintha klasszikus lenne, csak amikor ugye az megszárad, akkor fényes lesz. És ha ezt akarod lemattítani, akkor semmi más teendő nincsen, mint a matlakkot, valamelyik matlakkot rákened. És akkor matt lesz ez a... És akkor én kérdezem, itt kihasználom a lehetőséget, hogy itt vagy, hogy az opál repesztőlak, mint mat repesztőlak, annak nagyon szép a... Annak nagyon szép, csak ha mondjuk dekupás fölé kerül, akkor az nagyon lemattítja a mintát. De Györgyike nem azt szerette volna, hogyha lemattítja? Nem, ő csak azt kérdezte, hogy mi van, ha, hogy tervezitek-e, hogy lesz majd mat repesztőlak. De nem biztos, hogy a dekupás fölé kerül, vagy nem kerül dekupás fölé. Hát te azt mondod, fölé, hogy mat de az opál repesztő, az ha, ugye mintától is függ, de ha dekupás fölé kerül, az azért
jelentősen lemattítja a mintát. Igen, ez egy ilyen durván mattító. Igen, de ha lak kerül a klasszikus repesztőlak fölé, akkor mondjuk, az matt, és, akkor az, és a klasszikus igen. repesztőlak érvény. És ugyanígy a finomvonalas repesztőlak fölé pedig lehet kenni a gyorsan száradó oldószeres lakkot, mattot. Tehát igen. mindenképpen el lehet érni egy matt felületet. Igen, György, azért, amikor ezt az oldószeres lakkot fejlesztettük, akkor azért csináltunk egy matt változatot is, mert azt vártuk, hogy a finom vonalas fölé azt használják. Ja, nincs ha nincs esetleg most kérdés, akkor én azt mondom, hogy kanyarodjunk egy kicsit vissza a múltba, de olyan igen. értelemben, hogy az első alapanyaghoz kanyarodjunk vissza, ami például az egyik első alapanyag volt az akrilfesték, mert erről kéne most egy kicsit szót ejtenünk az akrilfestékről, illetve szintén ugye az első alapanyagok közé tartozik a dekupás ragasztólak, amit nagyon szeretünk. Igaz, hogy a legelső termék az a selyemfényű volt, a matt az egy néhány éve van csak a piacon, de kezdjük szerintem az akrilfestékekkel, mert bármennyire is azt gondolnánk, hogy ez egy, ez csak egy akrilfesték, azért nagyon sok mindent érdemes megtudni az akrilfestékekről. Te készültél akrilfesték vonatkozásában egy kicsi információs háttérrel, elméleti háttérrel. Én pedig készültem felkenés technikával és egyéb dolgokkal akrilfestékről, illetve dekupás ragasztóval kapcsolatban is egy néhány dolgot meg fogunk beszélni a legelső történelmi alapanyagok közül. De mielőtt átadnám Gyurinak a szót, hadd mondjam el azt, hogy itt látjátok a hátam mögött, van egy csomó akrilfesték, szebbnél szebb színek. Tehát, hogy tulajdonképpen mi is a kínálatából a Pentacolornak, mi az, ami akrilfestéknek minősül, mert ugye ezzel sincs szerintem mindenki tisztában. Ugye, ami írja, hogy akrilfesték, ugye a mattot nagyon sokat használjuk, vagy a krémes akrilfestékek, ez teljesen tiszta mindenkinek, hogy ugye ez akrilfesték, de nem biztos, hogy a többiről is tudják, hogy az ebbe a kategóriába tartozik. Hogyha elmondanád, hogy melyik, igen. milyen festékre gondoljunk akkor, amikor akrilfestékről beszélünk. Igen. Az akrilfestékek kategóriája az nagyon-nagyon széles, és erről tartottam is egy kémia órát. Ezt nem tudom, ezt csak gyorsan kérdezem, hogy ez erre talán emlékeznek, erre az ábrára, ami elég sokszor előfordult ezeken az órákon. Hát tulajdonképpen, hogy mi van az akrilfestékben, mert ez határozza meg, hogy milyen jellegű festék az akrilfesték. Hát ugye korábban általában oldószeres festékeket használtak a festők művész célra. Erről is beszélgettünk. Ez egy vizes... Előtte a szabadba vágnék, ne haragudj. Csak hogy el tudjuk helyezni korban az akrilfestékeket. Igen, ezt akartam mondani, de parancsolj. Igen, köszönöm. Igen. Hogy el tudjuk helyezni korban az akrilfestékeket, ez az 1950-es évek közepén találta ki egy amerikai festékgyártó. És a Liquitex az a legnagyobb igen. gyártója, vagy egy leghíresebb gyártója mai napig az akrilfestékeknek. Tehát ezek vizes festékek. És akkor a Holzer úr majd mindjárt el fogja mondani, hogy miből áll egy akrilfesték tulajdonképpen. A mi szempontunkból azért érdekes, hogy miből áll ez a festék, mert akkor, amikor a Liquitex kitalálta az akrilfestéket, akkor különböző művészeknek adott ajándékba, hogy próbálgassák. És a korábbi festékek, amit használtak a művészek, vagy akár igen. hobbicelre is, azok az ott megtanult festési technikák abszolút nem működtek az akrilfesték vonatkozásában. Tehát a festőknek, művészeknek ki kellett találni új festési technikákat, amivel hogy az akrilfestéket tudják használni. Például
Csak megemlítek egy példát, a száraz ecset technika. Az például egy olyan festési technika, amit kifejezetten az akrilfestékekhez van, hiszen azzal tudjuk nagyon finoman rétegezni a különböző színeket. És akkor, amikor használjuk ezeket a festési technikákat, akkor jön a következő lépés, hogy megértsük, hogy miből áll egy akrilfesték, és így majd a technika, és a nagyjából az összetétele egy akrilfestéknek tud összekapcsolódni. Most Gabika, kontrollt kérek meg, aki a kamera mögött áll, mindenkitől, hogy egy kicsit belemegyek a részletekbe, akkor pörgessünk, mert erről én már beszéltem akkor az előadáson, de akkor pörgessünk. Tehát tulajdonképpen az volt a meglepő a korábban olajfestékkel dolgozó művészeknek, hogy a száradás elsősorban. A száradás idő, tehát az eredmény, a végeredmény az egy tartós hatás volt, nem jött le, nem úgy működött, mint akkor az akvarellek, meg az egyéb ilyen vízfestéssel működő dolgok, tehát vízoldhatatlan volt a szín, mint egy olajfesték, de egy hagyományos olajfestéknél azt hiszem, hogy több napos az is lehet a száradási idő, szóval egy nap az biztos, erről a Lakberg Zoliban sokat beszélgettem, az akrilfestéknél ez sokkal-sokkal gyorsabb. És ennek van egy oka, ezt gyorsan azért muszáj elmondanom, ez a bizonyos térhálósodás, hogy ki kell, hogy alakuljon egy ilyen nagy molekula, ami egy kötő molekula, vagy egy kötő anyag, egy kötő gyanta, vagy kötő rendszer, ami a pigmenteket a felülethez köti. A hagyományos olajfestéknél, ahol ilyen lenolajról volt szó, az egy ilyen természetes oxidációs folyamattal alakul ki ez a kötés, azzal kötik a pigmentet a felülethez. Ebben az esetben pedig rengeteg példát hoztam erre, korábban mutogattam ezeket a különböző polimer részecskéket tartalmazó, és vizet tartalmazó rendszereket, hogy mi történik a száradás után. A lényeg az, hogy kialakult tulajdonképpen egy nagy molekula. Végén van is azt hiszem egy ilyen, egy képen, mert azt, de itt van, nagyon jó. Mégiscsak elhoztam. Tehát van a nedves festékünk, ez egy aktív festékes rendszer. Utána pedig elkezdődik a száradási folyamat, és a száradási után megkialakul egy polimerfilm. És ez a polimerfilm, ez tartós. És itt nagyon sok mindent be kell tartani, hogy ez tényleg így működjön. Tehát ki kell várni a száradási idő végét, megfelelő körülményeket kell biztosítani. És akkor visszatérek az első ábrára, tehát ugye az, hogy víz van benne, az teljesen egyértelmű. Ez a kötőanyag, ez az úgynevezett akril nevű, nagyon primitíven mondom, tehát poliakrilát, mindegy, szóval ez az akril típusú kötőanyag biztosítja a kötést, természetesen tartalmaz pigmentet, és tartalmaz töltő, valamint egyéb adalékanyagokat is a festék. Na most, hogy ezeknek az arányát hogyan állítjuk be, és mit csinálunk, ettől függ tulajdonképpen a festéknek a minősége. Tehát a vízzel nem foglalkoznék, most már ezt elmondtuk. A kötőanyagnak a mennyisége az ugye 15-30%, tehát egy bizonyos viszonylag tág határok között van. Ha 15% alá megyünk, akkor, vagy 15% körül vagyunk, akkor csiszolható, majd erre vissza fogunk térni, ugye? Vagy igen. Most nem most beszéljünk róla. 30% körüli általában a kötőanyag egy normál, jól kötött akrilfestéknél, az azt jelenti, hogyha az megszárad, tehát hogy a mi akrilfestékünk megszárad, akkor az bizony az évekig ott marad, tehát az nem fog tudni lejönni, az köt. Na most a pigment, hát ez egy rendkívül fontos, mert milyen pigmentek vannak. Itt is készültem egy ábrával, amit már szintén mutattam korábban, és hát többfajta pigmentcsoport van. Ugye a hagyományos pigmentcsoport, ez itt a harmadik, mert ez talán a legkevésbé fáraszt, amikor a pigment, tehát a színt adó molekul, itt most jó? Krisztike? Aha. Amikor a szint adó molekula egy bizonyos szint, vagy több bizonyos szint elnyel, és bizonyos színeket pedig visszaver. Tehát a zöld
Kicsit közelebb tart. Ja, közelebb. Aha, jó, köszönöm. Jó. Tehát ezek a, tehát a harmadik csoport, ugye ezek a színes festékeket tartalmazó, tehát amik a színes festékekben találhatók, a negyedik csoport, ezek a fehérek, azok tulajdonképpen mindent visszavernek még hozzá a diffúz irányba. Most visszafelé mondom, a második, azt hiszem, ezek a metál, tehát a fémes hatású pigmentek, ezek tulajdonképpen pigmentporok, fémporok. Fémporok, amit nagyon-nagyon finoman eloszlatnak, és utána pedig egy rendkívül különleges eljárással alkalmasát tesznek arra, hogy vizes rendszerben alkalmazhatók legyenek. Ezek a fémhatású pigmentek általában ami hogy is hívják, delikát és glamour festékeink ebbe a csoportba tartoznak, és az első csoport az egy szintén egy nagyon-nagyon nagy választék. Ebben az esetben különböző gyöngyházhatású, kaméleon és egyéb metál pigmentekről van, metál hatású pigmentekről van szó, de ezek nem tartalmaznak fémionokat, ezek irizáló pigmenteket tartalmaznak, és itt mutatja is az ábra, rendkívül bonyolult, amiben nem akarok most belemenni, hogy itt egy ilyen optikai jelenség okozza tulajdonképpen azt a fémes hatást, illetve azt a színváltó hatást, amit észlelünk. Tehát ennyit a pigmenteknek csak a színéről. És akkor figyelek, de hogy kapok-e visszajelzést, egyre mondják, hogy mondhatom tovább, aztán jönnek ugye a... Szerintem nézzük meg, hogy ez a gyakorlatban, amit eddig elmondtál, igen, hogy az, amikor átültetjük a gyakorlatba, igen, és elkezdünk lefesteni egy felületet, akkor az mi is történik tulajdonképpen, jó? Mert így talán könnyebb lesz elképzelni az elméletet, és összekötni a gyakorlattal. Akkor nem kell beszélnem még, mert gondoltam, hogy még előveszem egy picit a fedésnek a kérdését, de akkor azt nem kell még. Csak hát, kérdezem. De látom, hogy metállal készült. Ahogy jó, metállal készült, de akkor maradunk a metállal. Készültem. Azzal is, meg matakrő festékkel is. Tehát, jó, akkor a matnál majd akkor. Amit, akkor az, előbb, amit az előbb mondtál, hogy a, ha egyet hagy ebben. Ja, az ábrában? Igen, az ábrát. Jó. Amit az előbb mutattál. Igen, igen. Tehát ugye itt, ami a fémhatású pigment, ez igen, a második, amit a Holzer úr mondott, a fémhatású pigmentek. Tehát amikor a fém egy metál festéket fölkenünk a felületre, akkor nagyon sok múlik azon, hogy milyen eszközzel kenjük föl ezt a felületre. Itt ezen a kis lapon, és próbálom itt úgy tartani, hogy jól lássátok ti is. Itt úgy kentem föl, ezen, tehát itt eddig a választóvonalig, itt úgy kentem föl, hogy az ecsetet oda-vissza mozgattam. Ezzel tulajdonképpen azt értem el, hogy nem kaptam egy szép egyenletes felületet, ami egyenletesen fedett, pedig nagyon jó fedőképességű festékről van szó. Ez azért van, mert amikor egyik mozdulattal fölvittem a festéket, amikor visszahúztam az ecsetet, le is szedtem. Abban az esetben, amikor a festéket csak egy irányba kentem föl, akkor egy szépen fedett felületet kaptam. De még ezen is, ezen túlmenően van egy nagyon fontos dolog, azért is kell egy irányba kenni a klasszikus metálfestékeket például, mert itt a Holzer úr ábráján vannak ilyen kis lapocskák. És ezeknek a kis lapocskáknak azonos szögbe kell beállniuk. Bocsánat, ugye? Hoztam jól egy mondom? Ilyen ábrát is. Jó, igen, akkor direkt mutassuk meg. Hoztam egy ilyen ábrát, mert tudtam, hogy erről szó van. Tehát itt látszik az, hogy amikor azonos szögben állnak, amiről beszélt, és így látszik az, amikor kicsit rendetlenül állnak. Igen. Ezek a... Sőt, még arra is hoztam tehát ábrát. Itt jól kivehető ezen. Például egy kicsit persze túloztam, hogy kamerában is lehessen látni. Tehát ezen a részén itt jól látszik, hogy össze-vissza állnak a pigment
Sőt, még azt is hozzátenném, hogy az oldószer esetben egy kicsit könnyebb a helyzet, mert elpárolog az oldószer, és amint ez könnyebben párolog, mint a víz. És amint elpárolog az oldószer, akkor ezek így párhuzamosan beállnak, ezek a metál, tehát ezek a fém részecskék, és párhuzamosak lesznek, és nagyon szépen verik vissza, egyenletesen verik vissza a fényt. Tehát a mi folyékony fémünkkel viszonylag egyszerűbb metálos vagy fémes felületet kialakítani. Ami szintén a fölkenés technika. Ja, ez folyékony fém. Nem folyékony fém, hanem csak akrilfesték. Itt azt kell nézni ezen a felületen, hogy ezt egy durva szőrecsettel kentem föl. Tehát itt lehet, hogy jól kivehető, hogy ilyen nagyon csíkos lett. Itt két irányba kentem. Tehát itt úgy csíkos, hogy hol több, hol kevesebb festék van, és ez száradás után is ugyanígy marad. Tehát nem tűnik el ez a kis 3D hatás belőle. Itt egy irányba kentem a durva szőrecsettel, és nem lett olyan kis finom a felülete, hanem inkább egy kicsit ilyen durvás maradt, mert nem a megfelelő ecsettel kentem föl a felületre, tehát ezt ilyen szintetikus, lapos ecsettel kell fölkenni, ha egyenletes, szép felületet szeretnénk egy irányba. Ugye a másik, amivel még föl lehet vinni a bármilyen festéket tulajdonképpen. Rátérhetek? Igen. Ugye ezt nagyon sokan szeretitek, a szivacsecsetet. Tehát a szivacsecsettel, és ezt majd mindjárt a Holzer úr elmondja, hogy mi történik, ha a szivacsecsettel viszem föl a festéket. Ha magunktól is látjuk, hogy nagyon sok légbuborék kerül az alapanyagba. Tehát soha nem fogunk egy nagyon szép, egyenletes felületet kapni, mert belekerülnek a légbuborékok. Ha nagyon keveset veszünk föl a szivacsecsetre, akkor látjátok, egy kicsit itt jól látszik, hogy foltos marad a felület, ugye ez a választott színektől is függ. Ha meg nagyon sokat veszek föl az ecsetre, akkor meg ilyen, majdhogy nem azt kell mondanom, hogy ilyen 3D hatású, az fog megszáradni, mert benne marad a megszáradt festékben is a légbuborék, tehát az ott van alatta. Jött közben két kérdés. Igen. És az egyik az, hogy Gabi, ezek falapok, amire most dolgoztál, üveg, műanyag és fényfelületeken ugyanígy mi a helyzet? Ezt Ágnes Béres kérdezi. Ha nem nepszívó felületre dolgozunk, akkor gyakorlatilag majdnem ugyanez a helyzet, mint azért mondom, hogy majdnem, mert most fölkenés technikailag nincs különbség. A száradásban nagyon sok különbség van, erről majd külön fogunk beszélni a száradásról. Most ebben nem megyek bele a száradásba, de nagyon sok különbség van a száradás vonatkozásában. Ha ugye fölkenjük a felületre az alapozót, ami most már kétféle van. Van a híd, illetve van a klasszikus acril alapozónk. Hát, kétféle van, de sokfajta van. Jó, hát igen, tehát úgy értem, hogy sokféle van, de ami, most már van olyan, ami kifejezetten ami, nem netszívó felületre igen, használható. Igen, ez a bonding akkor, primer. Akkor gyakorlatilag mindegy, hogy a alatta mi van felkenés technikailag. Száradás vonatkozásában nem, de arról majd mindjárt beszélünk még a száradásról. És bocsánat, van még egy irányozó kérdésünk, az pedig az, hogy hengerelt szivacs esetén hogy működik a festék? Tulajdonképpen ugyanaz majdnem, mint az a szivacs ecset, csak ott mondjuk más, ott egyszerűen húzod a falon, vagy a... Hát az a kipresszérezsi technika, de egy kicsit olyan igen, szerintem mechanikusan egy kicsit módosított, vagy javított, vagy más. De, de gyakorlatilag ugyanúgy belekerülnek a légbuborékok, vagy a levegő buborékok, nincs különbség. Annyit csak most, hogy Henriettának pedig kommentkukacra írjon, mert ő egy más típusú kérdést tett föl.
Mondja, hogy Henriettától meg azt szeretném kérni, nem tudom pontosan, de tehát a kommentkukacra. A dekorfesték és lakkozás problémája. Igen, a kommentkukacra kérem szépen, hogy írja le azt, amit tapasztalt, és azonnal kivizsgáljuk, megnézzük. Tehát minden olyan konkrét esete. Tessék? Megválaszoljuk. Azokat mindig megválaszoljuk. De nem csak most, hanem bármikor, hogyha valaki valamilyen érdekes jelenséggel találkozik, akkor azt írja le a komment kukac, és akkor azon dolgozunk, hogy ezt minél gyorsabban meg tudjuk válaszolni. A következő eszköz, vagy van még kérdés most? Nincsen. A következő eszköz a spatula, vagy festőkés, amivel föl lehet vinni a felületre az akrilfestéket. És itt is látjátok, hogy itt szépen elhúztam a spatulát a felületen, és így alakult ki ez az érdekes mintázat. Ebben az esetben, ami itt van fölül, ezt egy kicsit majd így, nem tudom, hogy forgassam, hogy jól látszódjon, hogy ez itt 3D-ben van gyakorlatilag ez a rész, mert felhúztam a színeket a spatulával. Az jó, ha mozgatom? Jó. Jó, tehát ugyanazzal az alapanyaggal nagyon különböző hatásokat lehet elérni, csak annak köszönhetően, hogy milyen eszközt választunk ahhoz, hogy fölhordjuk a felületre, illetve nem csak az eszközön múlik, hanem természetesen az alapanyag mennyiségén is, amennyit használunk a felületen. Akkor én hozzászólhatok ez a két témához? Ja, az első a habzás kérdése. Tehát hogyha mi habról beszélünk, akkor ezt mi úgy tanultuk annak idején az egyetemen, hogy ez egy folyadék gázdisperz rendszer, most nem káromkodok, csak mindegy, így tanultuk. Tehát az azt jelenti, hogy a gázok, tehát különböző gáz részecskéket különböző mértékben eldispergálunk, eloszlatunk folyadékban. Tehát akárhol, akármikor, akár sörben, akár bolotvahabban, akárhol, vagy főzés közben, mindegy, vagy sőt, még építkezésnél, poliuretán habnál is hasonló a rendszer, hogy eleinte van egy folyadékrendszer, és abban eldispergálódik, eloszlik a hab, és kitölti a teret, a sűrűséget csökkenti, tehát régen úgy mondták, hogy a fajsúlyt csökkenti. Most ez nekünk, tehát a mi alapból a fejlesztés során mindent elkövetünk, hogy ez ne okozzon problémát, ne okozzon gondot, tehát a habképzés ellen dolgozunk, és ezért használunk különböző habzásgátlókat. Egyszer mutattam a múltkor, hát azért még egyszer megmutatom, hogy ezek általában a szilikon molekulák, egy idegen anyagok, amik beépülnek ebbe a kis buboréknak a falába, és ott rendetlenkednek, ott elrontják a folytonosságot, elrontják a rendszerességet, és szétpattan a buborék. Tehát igen, ám csak ez sokkal-sokkal bonyolultabb, mint ahogy ennek a példánál mutattam, mert mi egy terméknél többfajta habzásgátlót használunk. Használunk egy olyan habzásgátlót, ami tulajdonképpen ezeket a mikro buborékokat űzi ki a rendszerből, amíg a gyártás során képződnek, és utána is benne maradhatnak. Ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy egy olyan habzásgátlót, ami tulajdonképpen akkor kellene, hogy hasson, amikor az ember vagy szivacsecsettel, vagy ezzel a bizonyos hengerrel, szivacshengerrel viszi fel a festéket. És az óhatatlan, hogy azzal a nyomással, az a tulajdonképpen a szivacsban lévő levegő, mert ez is tulajdonképpen egy megszilárdult hab, és egy csomó levegőt tartalmaz, hogy a benne lévő levegő is belekerül ebbe a rendszerbe. Próbálhatni ez a habzásgátló, de nem igazán tud. És ezt nektek, ezt ti alkotók, ezt nagyon-nagyon ügyesen alkalmazzátok, mert mondjuk a Deluxe Pasztánál kifejezetten jó. Van egy csomó terület, ahol tudom, hogy jó az, amikor az ember szivacsecsettel dolgozik, de amikor az a cél, hogy tényleg a légy is úgy sima felület legyen, akkor ez így nem nagyon tud működni. A másik is egy nagyon érdekes dolog, arról is beszéltem, hogy talán emlékeznek,
hogy összehasonlítottam a festéket mondjuk a mézzel, tehát, tehát kétfajta sűrűség, kétfajta viszkozitás létezik. Az egyik viszkozitásnál nem változik a, akárhogy is keverjük, erről egy kis videó is készült, hogy nem változik tulajdonképpen a viszkozitás a keverés hatására, ez a méz, a festék pedig változik. Tehát a nyíróerő befolyásolja a terméknek, tehát a festéknek a konzisztenciát. Na most az, hogy én így húzom, vagy így nyomom, hát annak egészen más lesz a konzisztencia, és más lesz az eredmény. Igen. Köszönöm a figyelmet. Gabit hallgatjuk. Közben megy az idő. A metál festékeket, azt, tehát annyit mondhatunk a metál festékekről összefoglalásképpen, hogy célszerű mindig adott esetben sötét felületre fölvinni, mert sokkal szebb lesz a szín. Igen. Nagyon sokkal szebben kiadja a sötét alap a metál színeket. Ezen Delicate és Glamour van ezen a dobozon. És a másik az az, hogy mindig végig kell gondolni, hogy milyen eszközzel visszük föl a festéket a felületre, és amit tudni kell szintén, ugye, hogy ez egy nagyon erős filmet képez a felületen, bármilyen felületre fölvihetjük, ha alákentük a megfelelő alapozót. A legelső alapanyagok közé tartozik még ugye a matt akrilfesték is, ami tulajdonképpen egyik a mi szempontunkból azt jelenti, hogy egy másik fajta pigment van benne. Én ennyit tudok róla, de Holzer úr mindjárt. Igen. Hát a matalaki festékek, megint hosszú lesznek. Tehát itt gyakorlatilag kétfajta pigment létezik, de mind a kettő azonos abban, hogy bizonyos színeket elnyelnek ezek a pigmentek, és bizonyos színeket visszavernek, és attól függ, hogy milyen színeket nyelnek el, illetve milyen színeket vernek vissza, attól függ, hogy milyen színben látjuk tulajdonképpen azt a festéket, amit éppen alkalmazunk. Tehát mondjuk a zöld színű festék az tipikusan a zöld, a kék és a sárga pigmenteket veri, hogy a kék és a sárga fényforrást, vagy fényt veri vissza. És hát ez az egyik dolog, amit tudni kell róluk. A másik, amit mindig elmondok, hogy ez egy általános dolog, tehát nem csak a hobbizásnál érdekes ez a bizonyos fényállóság. Tehát nem minden pigment fényálló. Általában a szervetlen pigmenteket, a vasoxid típusú pigmenteket szokták nagyon erős, nagyon komoly fényállossági kitettséggel igénylő anyagokra alkalmazni. A szerves pigmenteknek a fényállósága az változó, hogy így mondjam, mi azokat választjuk, amelyek ilyen szempontból a legjobbak. És vannak olyan színező pigmentek, amelyek viszont egyáltalán nem fényállók, tehát ezek általában a neon pigmentek. Tehát nem lehet a piacon olyat kapni, ami neon, és nagyon fényálló. Ezt lehet látni akkor, amikor az ember olyan típusú védőruhát visel, ami neon színre van színezve, hogy előbb-utóbb mindegyik szépen elsárgul, és elveszíti ezt a jellegzetes, speciális színét, ezt a jellegzetes vibráló szint elveszíti. Tehát ez az egyik dolog, tehát a pigment típusa. A másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és arról is beszéltünk, ez tulajdonképpen a fedőképesség. Hát a fedőképességnél mi nem csak mi, hanem mindenki titándioxidot, egy bizonyos fehér pigmentet használ, és elég nehéz befolyásolni a fedőképességet, amikor ezt az egyszemélyes
előadást tartottam a karanténból, akkor megpróbáltam azt elmagyarázni, hogy a festőművészek, de hát te is tanultál, de azt hiszem, ezeket a dolgokat a művészeti iskolákból, hogy vannak fedő és vannak mat akril művészfestékek. Igen, és a mat művészfesték, bocsánat, vannak fedő, és vannak kevésbé fedő, és hát a Zoli nekem elmagyarázta, Lakber Zoli, hogy egy művész ezt úgy építi fel, hogy először a fedővel kezd, és akkor utána kihasználja a nem teljesen fedő színeket, és így építi fel. Nálunk egészen más a helyzet, mi szeretnénk fedő festékeket adni, tehát amennyire lehet azok a festékek, amit mi kibocsátunk, forgalomba bocsátunk, azok általában fedők, de sajnos azok függnek azért a pigmentektől is. Tehát függ a színétől. A színtől is, tehát bizonyos esetekben ezt nem tudjuk elérni. De amennyiben egy fedő festékkel dolgozunk, abban ne keverjünk semmiféle olyan dolgot, aminek a fedő pigment árthat. Tehát ne keverjünk bele glittert, lehetőleg ne keverjünk bele ilyen csillámporokat, egyebeket, mert az garantáltan el fogja takarni. Nem fog látszani semmi. Ezonban semmi nem fog látszani. Tehát ezt szerettem volna mondani, hogyha erre gondolsz. Vagy még? Igen, igen. Az akrilfestésnek az egyébként is egy jellemzője, hogy mindig sötétből világosítunk ki. Tehát sokkal, amit a Lakber Zoli is mondott neked, tehát ha egy felületen nagyon szép, élénk, vagy telt, inkább nem is azt mondom, élénk, telt színeket szeretnénk viszont látni, akkor sötétből kell visszavilágosítanunk. Tehát mondjuk lefestjük feketére, és onnan építkezünk vissza. Na most a felkenés technikája a matt, vagy a matt akrilfestéknek ugyanaz, mint a metál festék, amit az előbb bemutattam, tehát gyakorlatilag semmi különbség nincsen. Itt készakarva csináltam egy olyan mintát, ahol különböző vastagságban vittem föl a festéket, hogy ilyen kis csíkok maradjanak benne. Ez azért van, mert itt több festék volt, ott meg kevesebb, tehát arra kell törekedni, hogy egy szintetikus ecsettel szép egyenletes réteget vigyünk föl, ne úgy, hogy hol több, hol kevesebb, mert akkor az száradáskor természetesen látszani fog. És ezt nem lehet eltüntetni, mert ugye nem csiszolható csak úgy az akrilfesték, ez is az akrilfesték tulajdonságai miatt van erről, és Holzer úr ezzel kapcsolatban is készül, csak most már kezdünk kifutni az időből, hogy ugye megbontani a metál, a gyöngyház, vagy a matt, vagy a fényes akrilfestéknek a filmjét nagyon nehéz, ezért is fejlesztette ki a Pentacolor a vintage effect médiumot, hogy azt alákenve nagyon szépen vissza lehet csiszolni az akrilfestékeket is. Hát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy rajta maradjanak a pigmentek a hagyományos akrilfestéknél, és amikor nem az a cél, hogy rajta maradjanak, hanem amikor csiszolni szeretné a felhasználó. Erre fejlesztettük ki a vintage effect, tehát a kombinációnál, akkor a hagyományos akrilfestéknél többféle szint lehessen alkalmazni, de a dekorfestékek azok visszacsiszolhatóak. Na most még azt hadd mondjam el, hogy az akrilfestékek fedőképességéről beszélt az előbb a Holzer úr. Ugye függ attól, hogy milyen szín. Függ attól is, hogy milyen szín fölé kenem a festéket, illetve a legtöbb pigmentet tartalmazó festék, ami a palettán van. Ugye az itt látható a Holzer úr mögött. Ez a krémes akrilfesték, ami nagyon-nagyon pigmentgazdag, tehát sokkal több van benne, nem? Hát én nem, inkább azt mondanám, hogy pigment, tehát tulajdonképpen töltelékanyag gazdag, tehát titándioxid, hát tulajdonképpen igen, titándioxidban nagyon-nagyon gazdag,
hogy fedés szempontjából tökéletes legyen, és a igen. pigment tartalommal természetesen föl kellett menni ahhoz, hogy a titándioxidnak ezt a fehérítő hatását valahogy ellensúlyozni tudjuk. Ez nem mindig, nem minden esetben, hogy mondjam, optimális tulajdonság, ezt erről neked kéne, hogyha esetleg erről beszélni, mert ez egy viszkózus, egy erősen viszkózus festék, amivel nagyon könnyű stencilezni is. Igen, tehát ez 3D-ben is 3D-ben megmarad. Is lehet igen. használni, tehát a hagyományos akril festékekkel mi azt gondoljuk, hogy könnyebb, tehát kezdők könnyebben el tudják oszlatni. Könnyebb eloszlatni a klasszikus akrilfestéket a felületen, mint a krémes akrilfestéket, de ha már egy pici gyakorlata van valakinek, akkor a krémes akrilfestékekkel nagyon szépen lehet festeni, stencilezni, kis struktúrát belevinni a felületbe, különböző eszközökkel, tehát az nagyon jól kihasználható, mindaz az előnye, amit elmondtál a krémes akrilfestéknek. Igen. Hát ez egy érdekes kérdés, erről beszélgettünk még nagyon sokat, hogy az a fejlesztési munka, ami pámat leesett, nem tudom, mi hallatszott ebből, tehát beszélgettünk arról elég sokat a Gabi, vagy az a fejlesztési munka, ami itt folyik, az rendkívül sokrétű, sokszínű. Tehát naponta, vagy hetente, havonta kapjuk a különböző szállítóktól az újabb és újabb ötleteket, recepteket, mintákat arra, hogy tökéletesítsük a termékeinket. A termékeknek a tökéletesítése, amikor a felhasználó szempontjából nem teljesen, vagy nem nyilvánvaló, illetve mindent elkövetünk ahhoz, hogy mindegyik hasonlítson mindegyikhez, a tökéletesített, az hasonlítson az előző verzióhoz, és ilyen drámai változások nincsenek, ilyen picike, apró változások mindig vannak, és hát így jutottunk el a krémes akrilfestékhez, ahol már nem lehet letagadni azt, hogy ez tényleg egy más típusú festék, mint a hagyományos akrilfestékünk, és ezért is hát a csomagolása és minden egyéb ez egészen másképp működött. Én azt vettem észre, hogy mostanában fedezték föl külföldön már, inkább fölfedezték Magyarországon, nálunk most kezdték ezt igazán felfedezni, tehát egyre gyakoribb hiányról számolnak be a kollégáim, hogy nem nincsen a polcokon, mert egyre kedveltebbé válik. Hát ez az egyik dolog, és hát a másik dolog pedig ez a bizonyos úgynevezett kréta festék. De azt is bele akarod most hozni? Hát hogyha most, de akkor nem, akkor... Csak nem. Azért, mert még hátra van egy másik témánk, és... Ja, jó. Csak azért... Ja igen, egy kicsit ilyen szalad az idő, mert úgy beszéltünk meg, hogy ezen egy órát, másfél órát adott nekünk a Zoli, úgy papíron, de egy órát gondoltunk, hogy az az optimális, most tartunk az egy óránál, és akkor szerintem még akkor ebbe kezdjünk bele aztán. Igen, még van egy a kezdeti alapanyagokból, ugye a dekupázs ragasztó lak, ami szinte, hát nem is tudunk létezni nélküle, szerintem. Kis szavazást szeretnék kérni tőletek, hogy ki szeret jobban dolgozni a mattal, és ki szeret jobban dolgozni a selyemfényű ragasztólakkal? Húha. Nézzük majd meg, hogy áll a dolog. Miért is van kétféle? Hát nyilván az egyik ugye selyemfényűre szárad, a másik pedig matra szárad, de a kettő között mégis van több különbség is annál, Sem, hogy csak a mat vagy a selyemfényről beszéljünk. A matnak a száradási ideje egy kicsit hosszabb. Tehát, ha nagyobb felületen dekupázsolsz, akkor a mattot érdemes választani, mert a sokkal könnyebb vele nagy felületen ragasztani. Nyolc van a matra, és egy sem. Tehát 8 szavazatunk van a matra, most jött egy a fényesre. De matt, a többség az matt. Többség az matt. Lehet, hogy ebbe az is közrejátszik, hogy ugye most a vintage stílus kapcsán a matt az erőteljesebben van jelen, mint a selyemfényű vagy a fényes, de a maga a ragasztólak is nagyon
könnyen kezelhető a mat ragasztólag. Nagyon jó vele dolgozni. Hát ez is egy továbbfejlesztés. Tehát itt is azt történt, hogy kaptunk egy újabb alapanyagot, vagy több újabb alapanyagot, aztán kipróbáltuk, azt találtuk, hogy ez egy kicsit másképpen viselkedik, mint a korábbi, de itt már nem lehetett azt mondani, hogy mit tudom, most holnaptól ezt használjuk, mert van, aki a szénfényt szereti, van, aki a mattot szereti. Én ilyen a fogyási adatok alapján kb. 50-50%-ra tippeltem volna, de hát mind a kettőt gyártjuk, és a matt az nagyon népszerű. Annyira népszerű, hogy az a cég, az egy holland cég volt, akitől megkaptuk az alapanyagot, ez egy érdekesség volt, hogy megmutattuk neki, hogy mi mindenre jó ez az alapanyag, többek között erre. Hát hallott a dekupásról, de teljesen el volt ettől ájulva, hogy erre nem gondolt, és hogy milyen jól használtuk, mert ez megint egy másik téma lesz majd legközelebb. Ez mattitót nem tartalmaz a matt ragad. Tehát a mattító alapanyaga vagy adalékanyag az egy nagyon-nagyon komoly adalékanyag, és bizonyos problémákat tud is csinálni. Tehát, hogy gondoljuk, a matlakot szépen föl kell keverni, hogy egyenletes legyen. Ebben pedig, hát ebben nem. Ebben tud gyakorlatilag olyan gyantát használtunk, olyan kötőanyagot használtunk, ami, ha megszárad finn formájában, akkor mat lesz. Igen, itt én ezt használtam ezeken a kis mintákon, ahol ugye imitálni próbáltam néhány klasszikus hibát, amit dekupás közben el lehet követni. Az egyik az, hát nem tudom, Kriszti, hogy fog látszani, de majd itt forgatjuk, hogy itt ilyen szép kis testes gyűrődések vannak a szalvétában. Ugye ez nem az alapanyagnak a hibája, hanem ez egyszerűen ragasztás technikai hiba. Ilyenkor nagyon-nagyon sok ragasztó van, alatta is, fölötte is. Tehát egy optimális mennyiséget kell fölkenni a felületre, ahhoz, hogy ilyen szép, sima, éjszaka csináltam, úgyhogy ezt fonákú ragasztottam föl, nézzétek el, de itt, ha optimális mennyiségű ragasztólak van a felületen, akkor, mint látjátok, nincsen rajta egyáltalán gyűrődés a szalvétám. Tehát ez nagyon-nagyon szuper. Ez mind a két ragasztólakra igaz, a selyemfényűre is, és a matra is. A másik hiba, ami nagyon sokszor szokott jelentkezni, hát ezt is itt valahogy közelről mutassuk, itt van egy kis légbuborék a szalvéta alatt, hát van még ez az, nincs is leragadva itt, hogy ez miért van? Ez azért van, mert ezen a részen, ahol a levegő ott maradt alatta, nem levegő maradt alatta tulajdonképpen, vagy hogy mondjam, hanem az történt, hogy itt megszáradt a ragasztólak, mikor rátettem a szalvétát. Tehát nem volt egyenletesen fölkenve a ragasztólak a felületre. Itt ragasztásig meg tudott száradni, itt mellette meg nem. Tehát így ezt már utólag, itt biztos, hogy nagy valószínűséggel gyűrődés lesz, ha e fölé megyek ragasztólakkal. Na most, ami itt egy központi kérdés a ragasztólakoknál, tehát a dekupásnál, ragacsos marad-e a felület, vagy sem? Tapasztaltatok már olyat, hogy ragacsos maradt a felület, amiután elkészültetek a dekupással? Azt mondjuk el, hogy ez miért lehet? Hát itt több dolgot érdemes elmondani a ragacsosságra is, meg az előző témával kapcsolatban is, hogy amikor készültem erre az előadásra, akkor találtam egy rajzot, amire őszintén szóval nem gondoltam, mert nagyon egyszerű ez a rajz. Itt tulajdonképpen nem kell más nézni, csak két darab nyilat, hogy fölfelé is mutat a nyíl, és lefelé is mutat. És mit mutat tulajdonképpen, hogy van egy felület, tehát ez a vonal az a felület, és ez a két nyíl pedig azt mutatja, hogy milyen irányba megy a víz. Ott a vízmolekulák, tehát a száradás az milyen irányban történhet. Tehát a száradás az nem csak a levegőbe történhet, hanem, ahogy elmondtad, történhet úgy is, hogy elszivárog a kezeletlen felületre, erre a fa felületre, és akkor megszárad, akkor valóban megszárad, akkor az egyik probléma az, hogy
hogy akkor megszárad a ragasztólag, és akkor már nem tartja meg a szalvétát, vagy a rizspapírt. A másik... Igen, ilyenkor van, tehát ugye itt van jelentősége annak, amit korábban valaki említett egy kérdés erejéig, hogy mindegy, hogy milyen felületre dolgozunk. Ja, igen, miről tehát beszélünk. A száradás esetén miatt nem mindegy. Mert ugye egy üvegtányért, ha díszítünk, akkor ott lefele nem tud párologni a víz, csak ugye fölfele. De ha én azt lezárom egy lakkal, akkor ami alatta van réteg, akkor az már hát nem igen, tud ez a másik, megszáradni. Amivel, bocsánat, ez a másik, ami, tehát itt két irányú lehet a probléma. Az egyik az, hogy ugye megszárad, mielőtt fölviszem a felületre a igen. szalvétát. A másik, hogy mi van akkor, hogyha egy kicsit lucskos, mi van akkor, hogyha egy kicsit nagyobb nedvességtartalmat ma van a fának, annak a felületnek, amit dekupázsolok. Tehát... Vagy akár mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon esős napon igen. nagyon páradús a levegő. Igen. Tehát az is okozhat ilyen problémát. Az is okozhat, ugyanis van egy kulcsó, amit én még a textiles múltamban nagyon megtanultam, és nagyon komolyan vettem, ez pedig a egyensúlyi nedvességtartalom. Amihez nagyon-nagyon ragaszkodik minden szerves anyag, vagy minden fajta anyag. Tehát a textiliák is, ezt hogyha mondjuk a mosógépből vesszük ki a dolgokat, ezt már mondtam akkor az előadáson, akkor az könnyen észlelhető, hogy milyen anyagot mostunk ki, hogy mennyire engedi el a nedvességet, de ugyanígy a fánál is hasonló a helyzet, hogy annak az egyensúlyi nedvesség tartalma a levegő nedvesség tartalmától függően, hát ezen én is meglepődtem, 7-20% között van, tehát még az is elképzelhető, hogy 20%-kal kezdem a munkát, és utána úgy változnak a külső viszonyok, hogy 7%-kon érzi magát jól az a nedvesség, ami benne van. 7%-nyit fölvesz a fa, másik 13%-ot az anyag az el akarja engedni, nem szereti, hogy ott van, azok meg utálják, azoknak, hát ez egy divatos szó, ugye, migrációnak hívják ezt is, tehát migrálnak onnan a belsejéből, ki akarják jutni a felületre, és nem mindig sikerül nekik, főként akkor, hogyha kialakul az a film, tehát kialakul a dekupázs ragasztólaknak ez a száraz filmje, de még akkor se adják föl, mert mi történik, ott azon a határterületen fölveszi a film ezeket a vízmolekulákat, és azokat szépen lassan-lassan a másik oldalon leengedi, de mi közben azt érezzük, hogy ragacsos az igen, a tehát ez a dekupázsolt felület marad ugye ragacsos. Mert most számoljuk csak össze gyorsan, hogy egy ilyen szimpla esetben, mint ez a falap, ami dekupázs, hány rétegünk is van? Tehát van egyszer egy alapozó, a fán, ugye, ami igen. alulról is tud száradni. Tehát van egy alapozó festék, ha kell, akkor mondjuk rákenünk egy réteg fehér akrilfestéket, mondjuk. Azon lesz egy réteg dekupázsragasztólag, arra jön rá a szalvéta, ugye? Arra jön rá egy réteg ragasztólag, te számolod, mert én most nem számoltam. Szóval negyedik, ötödik. És ha még mondjuk finomvonalas repesztéssel is szeretnénk kiegészíteni, akkor az még alsó hangon három vagy négy hát réteg. Az mindig, igen, mert ne, az négy réteg, alapozója, igen. meg a alapozó, más, egyes réteg, kettes réteg, mit belekenünk, hogy látszódjanak a igen. repedések, illetve a végső lakkozás, az oldószeres lak ráadásul. Tehát így kompletten egy csomó rétegünk van, amiben ha nem várjuk ki a megfelelő száradást, akkor ne várjuk azt, hogy egy tökéletes darabot csinálunk, mert ugye nem lehet. Nem tudom, én akkor gyorsan én kérdezek, de majd erre külön téma lesz majd a repesztés. A repesztés az külön téma külön lesz. Külön téma lesz, ez így gyorsan azért elmondom, hogy elképzelhető, hogy ezt sokan tapasztalják, hogy a finomas repesztésnél, hogyha rá hajszárítóznak, akkor annak hatására reped meg a finomvonalas repesztő. Az lehet, hogy összefüggésben van a nedvességtartalommal, vagy ez nem egyértelmű? Ezt csak kérdezem. Hát te vagy a vegyész. Jó. Nem, én erre jöttem rá, nekem is mutatták, hogy csinálták. Ezt mondod, hogy ne hajszárítózzunk.
Igen, tessék? Tehát nem jó hajszállító. Bocsánat, a hajszállítózás az teljesen, hogy mondjam, ez egy vitatott kérdés. Igen, vitatott kérdés. Mert én azt mondom, hogy a repesztésnél a repedő pasztát, azt lehet hajszállítozni, de hogyha itt ebbe belemegyünk, akkor megy az idő is, és belemegyünk a repesztésbe. De minden esetre én azt tudom itt mondani, hogy Kolozsváron voltunk együtt. Igen, az szörnyű volt. Az szörnyű volt. Nem amiatt volt szörnyű, hogy Kolozsváron voltunk. Nem, jó volt, nagyon-nagyon sok voltak, csak az a száradás. Az hanem egy üvegtálat dekoráltunk, és ráadásul ugye azzal kellett kezdeni, hogy finom vonalas repesztőlapot rátenni. És hideg volt ott. És igen, hideg volt. Hideg volt a műteremben. És én mondtam, hogy az egyes komponást ne kezdjék el hajszárítóval szárítani, mert nagyon hosszú lesz a foglalkozás. Hát este 10-kor még mindig csak a hajszárításnál tartottak, mert nem, egyszer nem fogadták. De szép lett az eredmény. Hát az eredmény éjfélkor szép lett. Nagyon szép lett, egy kicsit el voltunk, de szép város, Kolozsvársza, mindegy, el voltunk ott. Nagyon jó. Ja, szóval igen, vitatott kérdés a hajszállító szerintem, és mondom, hogy a repesztéseknél menjünk ebbe bele. És hát majd ott megyünk, persze. Igen. Persze. Szerintem gyorsan foglaljuk össze akkor, amit a legelső alapanyagokról, ugye az akrilfestéket már elmondtam, a dekupázs ragasztóról, amit te részedről, mint gyártó lehet. Kell azért, tudnunk. Az igazság az, hogy én egy olyan előadást szeretnék csinálni, egy abszolút rendhagyó előadást, ahol a lakkokról és a repedő rendszerekről együtt beszélek, mert ezek szerintem nagyon összefüggnek. Igen. Hogy melyek a... Mert annyit elárulok csak, hogy a repedő rendszerek is tulajdonképpen lakkok. Csak olyan lakkok, amelyek repednek. Tehát amelyek bizonyos körülmények hatására repednek. Úgyhogy én ebben annyira nem nagyon akarok belemenni. A nedvességtartalom az iszonyatosan fontos. Az, amit mi beállítunk, tehát amit a mi kollégáink beállítanak ebben az esetben, az tulajdonképpen hát itt is érdekes a habzás, tehát az, hogy ne kerüljen felesleges levegő buborék abba a filmbe. A másik dolog az, ami rendkívül fontos, ami most is kiderült a szavazásnál, és ennek nagyon örülök, hogy ez az eredmény, hogy próbáljunk különböző típusú filmeket előállítani, többek között matfilmeket. És a harmadik dolog pedig az, hogy nem szabad se túl gyorsan, hát ezt is elmondtad, se túl lassan száradnia. Tehát egy optimális száradási időt kell beállítani. Ez mind nagy laboratóriumi munka következménye és adalékanyagokkal történhet. Így előre maradjunk ennél szerintem, de... Még az összefoglalóhoz csak annyit mondanék, hogy ugye azt se felejtsük el, így a mai foglalkozás kapcsán, hogy bár az akrilfestékek, tehát például matt és fényes, azok a legelső alapanyagok között volt, de ez már nem az az akrilfesték, ami régen volt, mert mint a Holzer úr is mondta. Köszönöm, hogy mondod, igen. Ez az összetétele nem csak ennek, hanem az összes többi alapanyagnak idővel mindig átesik egy felülvizsgálaton, annak függvényében, hogy érkeznek-e új összetevők, amelyek korszerűbbek, jobbak, stb. Előírások is változnak. Így van, tehát előírások is. Tehát az a paletta, az a nagyon-nagyon széles paletta, ami itt van mögöttünk, az nem úgy néz ki, hogy ez a múlt, és azzal már nem foglalkozunk, hanem mindegyikkel folyamatosan törődtök. Hát muszáj, és köszönjük szépen. Azért tudunk törődni, mert foglalkoznak a termékeinkkel, és felhasználják az alkotásokat. És én még azt nagyon sokszor elmondtam már, de most is szeretném elmondani, hogy hihetetlenül szerencsések vagyunk. Én nagyon sok országban jártam a Pentacolort képviselve adott esetben, ahol foglalkozásokat tartottam, hogy van egy gyártónk, egy saját gyártónk van, és le tudunk ülni, így, ahogy most, a
cég tulajdonosa. Jaj, ne. Hát a tulajdonosa jó, vagy. Mindegy, szóval és a fejlesztő tulajdonosa. Fejlesztője. Maradjunk a kíváncsi, és nem adtuk el még, igen, de és, igen. Kíváncsi a felhasználóknak a véleményére. Igen. Tehát, és mindegyiket meg is ténylegesen meg is vizsgálják. Tehát nagyon-nagyon szerencsések vagyunk e tekintetben, úgyhogy mi köszönjük. Hát én is köszönöm, és hát annyit, hogy közben ugye a technika változik, szerencsére, én azért vagyok nagyon szerencsés, mert megértem azt, hogy már ilyen kommunikáció is lehetséges köztem és önök között, hogy ilyen gyorsan eljutnak egymáshoz az információk, hiszen ez a fejlődésünkkel egybefügg. Hát ebben az országban születtünk, a kollégáim is, itt tanultunk, azokat az ismereteket, amik ránk ragadtak közben, azokat alkalmazzuk, és nagyon örülünk, hogy működhetünk. Még annyit szeretnék elmondani, és lehet, hogy ezt nem csak magyarul mondom el, hogy többen kérik azt, főként a külföldi partnereink, hogy jelentkezzünk be angolul. A Gabival ez már nagyon sokszor előfordult, meg velem is. Úgyhogy, ha megengedik, akkor egy fél mondat csak szeretnénk angol nyelven, hogy so I would like to tell you that in the next demonstration we are going to make together with Gabi, and we are going to show all the interesting things what we have seen, what we have showed today to our Hungarian customers or artists in English language. So we are looking forward to meeting you. The topic was the first first products of PEMDART, which are the acrylic paints. And the decoupage glue, and we will tell you very soon the date in of English. The next workshop, which will be in English. Yes, we can speak about. We will speak about the history of Pentacolor. Then, how can we troubleshooting show? Okay. Yes, yes, to show for you what kind of troubles you can do with the products and how can you avoid it. Okay. Hát ez nem fél mondat volt elnézni, de hát ez így történt, úgyhogy akkor egyelőre kérdés, kész vagyunk. Van, ha van kérdés, azóta, akkor szívesen megválaszoljuk. Nincs kérdés? Nincsen. És akkor legközelebb... Van kérdése, azt tegye. Ja, a komment kukacon, akkor várjuk a kérdéseket. És köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Az érdeklődést. És Gabinak is a mintákat, és a technikai személyzetnek ott a kamera mögött pedig a közreműködést. Úgyhogy várjuk a jelet. Eltűntünk? Ja, még nem.